Az NB1B-ben szereplő ifi csapatunk szombaton ugye újra mérkőzés játszik a Dunaújváros vendégeként. Két vereség után hogy készül a csapat az újabb megmérettetésre? Hát én azt gondolom, hogy nagyon nem kell ezzel a két vereségünkkel foglalkozni. Ez a két top csapattal az NB1B-ben játszottunk. Gondolom, hogy nem is foglalkoztunk mi olyan szinten ez a két vereséggel, hogy így, mint vereség készült. Néztük a hibáinkat, megnéztük, hogy miben hibáztunk, mert ezért fiatal csapat vagyunk, utánpótlás nevelés folyik, miben kell fejlődnünk. A meccselésben, ugye a védekezésben milyen hibák voltak, ezeket mi mind kiértékeltük, kielemeztük. Én azt gondolom, a két meccs között is volt különbség, mert az első meccsen egy kicsit a támadójátékunkba ragadtunk be, a második meccsen meg a védekezésünkbe. Tehát úgy gondolom, hogy mind a kettőt az elmúlt időszakban javítottuk, magunkkal foglalkoztunk, tehát nem hiszem, hogy most nekünk mások kell foglalkozni. Tehát az a dolgunk, hogy felkészítsük a játékosokat az NB1-re, vagy hát minél magasabb szinten, amivel tudnak. Tehát ez a feladatunk is. Én úgy gondolom, hogy egy olyan csapat jön, akivel már játszottunk idén háromszor, tehát nem fog bennünket meglepetés érni, nem lesznek újdonságok. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy sok gólos, nyílt, futós meccsre számítok a hétvégén, tehát teljesen más jellegű meccsek, mint az előző kettő volt. Teljesen másra számítunk a hétvégén. Két fiatal csapat, két utánpótlás csapat csap össze. Én azt gondolom, hogy nem indulunk ki, tehát nem abból dőlünk hát, hogy az eddigi három meccset, mind a hármat nyertük. Nem ebből indulunk ki, tehát abból indulunk ki, hogy ez egy új meccs, teljesen nulláról indulunk mind a két csapatnál. Így is készülünk, tehát megnéztük az elmúlt időszaki mérkőzéseket. Ugye januárban volt az utolsó mérkőzésünk, akkor egy bő 72 gólos mérkőzés volt, tehát 42-30, tehát azt gondolom mind a két oldalról potyogtak a gólok. Megnéztük azt is, ugye azóta, hogy miben változtak, ugye azért egyértelmű, hogy hányatottabb a sorsa a Dunaújvárosnak, mint a miénk, tehát több sérült játékosa is van, volt, aki azóta a klubtól elment, tehát csökkent mindenképpen a létszámuk, tehát én azt gondolom, hogy nehezebb helyzetben van, de ez úgy gondolom, hogy otthon játszanak, otthon bármi történhet, mi úgy készülünk, mint hogyha az első csapathoz mennénk, tehát mindent be fogunk adni a holnapi mérkőzésen, szóval a lányok nevében is merem kijelenteni.